Önök a Nexus TV hangtárát hallgatják. Sorozatunk címe 77 magyar történet kárpát-medencei gyerekektől mindenkinek. Hallgassák szeretettel! Csaba királyfi. Egyszer régen élt egy hun király, akit Attilának hívtak, és legyőzhetetlen király volt. Halála után a nyugati népek még jobban féltek a fiaitól, mivel hogy Attilának annyi fia volt, hogy meg se lehetett őket számlálni. Mindenki azt hitte, hogy utána az egyik fia fog uralkodni, de a revasz német fejedelmek addig ármánykodtak, míg Attila fiait egymásra nem haragították. A német fejedelmek Aladár pártjára álltak, mert ő Krimhilda német fejedelem asszonytól származott, de a hunok Csabát pártolták, aki a görög császár leányának fia volt. Mindketten uralkodni kezdtek, végül harcolniuk kellett, és a kard döntött helyettük. Az első ütközetben Csaba győzött. Ekkor Aladár nagy sereget gyűjtött, és Csaba népét Szikambria közelében megtámadta. Két álló hétig harcoltak egymással, de végül Csaba seregét legyőzték. Attila fiaiból és a hunokból csak nagyon kevesen maradtak meg. Ebben a csatában, amelyet a hunok Krimhilda csatájának neveztek, rengeteg német vér is elfolyt. Azt is beszélik, hogy a Dunából több napon át sem ember, sem állat vizet nem ihatott, mert a folyó Szikambriától egészen Potenciána városáig vöröslött a vértől. Csaba vezér elmenekült a csatából, és 15 ezer hunvitézzel Görögországba vonult. De nem maradt ott sokáig, hanem visszatért rokonaihoz, atyjának népéhez, Szittya országba. 3000 vitéz vált ki Csaba seregéből, és letelepedett a mai Székelyföldön, ők attól fogva magukat nem hunoknak, hanem székelyeknek nevezték. Mielőtt azonban Csaba visszaindult, megesküdtek mind Isten szabad ege alatt, hogyha a székelyeket ellenség megtámadná, visszatérnek még a világ végéről is. A székelyek, a hunok utódai származásuk, szokásaik nagyon eltérnek a magyarokétól. A székelyek még nem felejtették el a Szittya betűket, amit napjainkban is rovásírásként szívesen használnak. Idő múltával mind meghaltak a hunvitézek, és már az unokáik hordták a fegyvereiket. Amikor a szomszédos népek nagy sereggel támadtak a székelyekre, késő éjszakáig harcoltak, és már szinte elveszett a székelység, amikor hirtelen megtörtént a csoda. Az égbolt tejútján, amelyet hadakútjának neveznek, egy lovas csapat jelent meg. A csapat élén Csaba királyfi vágtatott, aki a holtak szellemét új csatára vezette. Az égből leszállt csapat az ellenséget elsöpörte, aztán a hadakútján némán visszatért a magas égbe. A székelyek pedig hűségesen őrizték az erdélyi határokat, és hosszú századokon át várták a magyarok bejövetelét. Amikor meghallották, hogy a magyarok Szittyaországból elindultak feléjük, és Pannóniában akarnak letelepedni, nagy örömmel fogadták. A találkozásnak a magyar honfoglalók is megörültek, és ma is él a hagyomány a magyar nép lelkében, hogy Attila földjét, örökségét foglalták vissza. Erdély őrzése pedig attól kezdve a székelyekre hárul.